Mindenekelőtt annyit szeretnék mondani, hogy a jelen előadás egy viszonylag szűk témát, főleg időhatár tekintetében jár körbe, ugyanis ez egy készülő doktori disszertációnak egy részét képezi. Maga a disszertáció az a belügyminisztérium újjászervezését tekinti át 1944 és 1950 között. Először is szeretném meghatározni, hogy akkor miről is fogok beszélni az elkövetkezőkben. A belügyminisztériumnak az ideiglenes nemzeti kormány megalakulása, tehát 1944. december 22-e, és az első nemzetgyűlési választás 1945. november 4 közötti időszakban bekövetkezett újjászervezését tekintem át. Maga a vizsgálat alapvetően a belügyminisztériumi, tehát a közigazgatási részére vonatkozik, azon belül pedig a fogalmazói karban bekövetkezett változásokra fókuszál. Arra próbálok választ adni, hogy a közigazgatás és rendvédelem központjaként működő belügyminisztérium esetében az 1945-ös év milyen törést jelentette egyáltalán, milyen változásokat hozott magával, vagy pedig mennyiben jelentett folytonosságot a korábbiakhoz képest. Mennyiben játszottak már ekkor szerepet a politikai vagy pártpolitikai szempontok, illetve mennyiben maga a szükség? Mindenek előtt egy rövid helyzetképet szeretnék adni arról, hogy hogyan is nézett ki az ország 1944 telén. Egyrésztről kelet felől, és hát a keleti részekről folyamatosan haladt nyugat felé a Vörös Hadsereg, és mentesítette a harcok arról az ország területeit. Ezzel párhuzamosan az állami bürokrácia felső szintje, politikai vezetők, a parlament egy része, de a hadsereg, rendőrség, honvédség képviselőinek egy része is nyugatra menekült, vagyis az ország állami gazgatása tulajdonképpen összeomlott. És a harcok alól mentesült területeken kezdetben helyi szinten alulról szerveződő városi, községi tanácsok, néhol direktóriumok jöttek létre, ezeket később egységesen nemzeti bizottságoknak nevezték. Ezek a helyi közigazgatási egységek egymástól teljesen elválasztva önálló szigetként próbálták megszervezni az adott városban vagy községben a közbiztonság helyreállítását, a rendvédelmet, az ipari mezőgazdasági munka megkezdését, az egészségügyi ellátás megszervezését, oktatás, egyházakban indítását, tehát tulajdonképpen magának a településnek a mindennapjait. Mint említettem, 1940. december 22-én már megalakult az ideiglenes nemzeti kormány, és ezt követően megkezdődhetett az állami gazgatás központi szerveinek, közöttük a belügyminisztériumnak a megszervezése. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy éppen az előbb felsoroltak miatt az ideiglenes nemzeti kormánynak a hatásköre csak egy nagyon szűken vett területre terjedt ki, tulajdonképpen a debreceni székhelyre és annak környékére. És hát ez a szűk mozgás történetesen olyan gyakorlati problémákra vezethető vissza, mint az infrastruktúra hiánya, posta, vasút, távíró, telefon a hiánya. Ezt az akkori viszonyt kiválóan érzékelteti a kortárs Bibó István visszaemlékezése, miszerint a debreceni kormánynak a hatásköre akkor 15-20 kilométeres körzetre terjedt csak ki, ezentúl a helyi szervek jó indulatára volt utalva. És hát ez az elszigeteltség azt eredményezte, hogy ugyan létezett egy központi hatalom, viszont annak a rendeletei csak esetlegesen jutottak el a szovjetek által már felszabadított más területekre, tehát itt egyfajta kettősség alakult ki a közigazgatásban, amelyet a működő nemzeti bizottságok és az ideiglenes nemzeti kormány szerveinek párhuzamos működése. A szovjet tényező is meghatározó eleme volt a közigazgatás megszervezésének, hiszen a fegyverszünet megkötéséig a helyi szovjet parancsnokságot, illetve az ellenőrzés, illetve bizonyos helyeken az intézkedés joga is. Az egységes belügyminisztérium felállításának, amelyre 1945. április 10-én került sor, ezt megelőzően három helyszínen folytak a minisztérium munkálatai, az említett Debrecenben, majd később a
város, a város ostromána befejezése után Pesten, illetve Budán. A debreceni részleg nem csak időbeni elsősége folytán élvezett vezető szerepet, hanem hozzájárult a miniszternek, Erdei Ferencnek is a jelenléte, illetve azok az ő hívásra érkező falukutatók, népírók, szociológusok, akik a BM működésébe kapcsolva kívántak részt venni a demokratikus közigazgatás újjászervezésében. Osztályok szerinti szervezeti beosztás és hivatali munka egyedül Debrecenben folyt, a később létrejövő pesti, illetve budai szervezetekben alapvetően a romok eltakarítására, tulajdonképpen a hivatali élet feltétének megteremtésére irányultak a munkálatok. Általánosságban elmondhatjuk, hogy munkába állítottak mindenkit, aki kéznél volt. Ez különösen igaz volt még a területi széttagoltság idején, és alapvetően az egész vizsgált időszakra, hiszen folyamatos problémát jelentett, nem csak a szakember, de a káderhiány is ekkor. És a következőben górcső alá veszem azt a szerintem legérdekesebb részét a témának, hogy vajon kikből is állt az újjászerveződő belügyminisztérium fogalmazói kara. És ennek vizsgálatához a proszopográfiai módszert találtam a legcélra vezetőbbnek. Ennek során a fogalmazói kar egy pontosan definiált csoportján belül biográfiai adatokon alapuló kollektív statisztikai vizsgálatot végeztem el. Ezt a csoportot pedig úgy határoztam meg, tehát a kiválasztott csoportot, hogy megnéztem, kik dolgoztak már a BM-ben az ideiglenes nemzeti kormány létrejött előtt, tehát akik ugye a háború után is tovább szolgáltak, és kik kerültek be újonnan. Ez egyébként a korabeli terminológia úgy nevezte, hogy régi emberek, illetve új emberek, és magam is ezt a megfogalmazást fogom használni a továbbiakban. És hát, mint hogy itt az ábrán is láthatjuk, tekintettel arra, hogy a régi emberek jelentős többséget élveztek, tehát mintegy 67%-át tették ki a fogalmazói karnak, míg az újak csupán 33-at. Ezt a vizsgált csoportot a régi emberek halmaza fogja adni. Most itt a tulajdonságokat, illetve szempontokat is felsoroltam. Ezek természetesen hát önkényesen választott szempontok, de úgy vélem, hogy majd a későbbiekben, amikor valóban a hatalmi harcok és a politikai alapú szelekciók alkalmával ezek lesznek azok, amelyek relevanciával bírhatnak. Nos, ezen a biográfiai adatokon alapuló elemzésnek az egyik kiváló forrás anyaga voltak az úgynevezett igazolbizottsági iratok. Itt most kiemeltem, még egy oldal volt, összesen 45 kérdés, de úgy nem lehetett volna elég jól látni, úgyhogy most itt kettőt próbáltam. Az úgynevezett régi embereknek ugyanis a BM igazoló bizottsága előtt kellett számot adniuk arról, hogy magatartásukkal nem sértették a magyar nép érdekeit 1939. szeptember 1-je után. Ezek a bizottságok a pártok delegáltjaiból és jogvégzett emberekből álltak, ezek ugye szerencsés esetben átfették egymást. És itt láthatjuk, hogy amíg ez a megfogalmazás elég tág, hogy magatartásukkal nem sértették, vagy akár pongyolának is tekinthető, itt azért 45 kérdésre kellett választ adni, ami tulajdonképpen tényleg egy kincses bányának tekinthető egy ilyen biográfiai vizsgálathoz, tehát nyilatkozni kellett a korábbi beosztás, vagyoni helyzet, családi állapot, külföldi kiküldetések, arra, hogy milyen újságot, sajtóterméket olvastak, párt vagy egyesületi tagság, hol tartózkodtak a Vörös Hadsereg bevonulásakor, hivatali társadalmat, milyen álláspontot foglalt el az illető az ország hadba lépése és a lakosságának egy részével szembeni bánásmóddal. És sok esetben az igazolásával vantak, még egy önéletrajzot is mellékeltek mindehez. Ugye akkor meg kell jegyeznem azt is, hogy ezek az alapvetően önbevalláson alapuló válaszoknál mindenki igyekezett magát természetesen a lehető legjobb színben feltüntetni, tehát erős forráskritikával kell kezelnünk ezeket a válaszokat, hiszen
itt rögtön meg is állapíthatnánk, hogy egy 100%-osan baloldali érzelmű, de legalábbis demokrata és liberális szakemberekből állt ez a fogalmazói kar. Viszont az általam vizsgált szempontoknál szerencsés módon azért könnyen kiküszöbölhetőek ezek a túlzások. Amikor Erdei Ferenctől 1945. májusában a Szabad Nép munkatársa megkérdezte, hogy kik dolgoznak a belügyben, a következő választ adta. Az igazolási eljárás lefolytatásáig a régi tisztviselőkből csak a halaszthatatlan szolgálati érdekből beosztottak dolgozhatnak. A belügyminisztérium státuszába tartozó régi államtitkárok közül egy sem, a 6 miniszteri osztályfőnökből 2, 16 miniszteri tanácsosból 1, 25 osztálytanácsból 5 kapott egyenlő beosztást az új minisztériumban. És ez az állapot május elejére vonatkozik, amikor javában folyt még ez az igazoló bizottsági munka, viszont ezek az adatok már akkor sem voltak helytállóak. Ehhez képest itt összehasonlítva láthatjuk a 1944. október 15-e, tehát a nyilas pucs előtti értékeket a szürke felső sávban, alatta pedig a 45. augusztusi számokat, ekkor került sor ugyanis az utolsó jelentősebb, hát strukturális és személyi átalakításra a minisztériumban. Nos, az osztályfőnököknél stimmelt Erdeinek a nyilatkozata, tehát valóban csak 2 szolgálhatott tovább, viszont ha megnézzük, akkor a miniszteri tanácsosok, akkor közvetlen az osztályfőnökök után jöttek. Az osztályfőnökök fölött egyébként már csak az államtitkárok voltak, illetve hát a miniszter természetesen. Itt szinte teljes kontinuitást láthatunk a korábbiakhoz képest, és a miniszteri osztálytanácsosoknak is azért több, mint a fele tovább szolgált. A minisztéri titkárok, illetve segédtitkároknál már ugye más a helyzet, de hát nekik eleve magasabb is volt a számuk. És hát véleményem szerint a miniszteri tanácsosok nagy száma arra vezethető vissza, hogy tulajdonképpen ők, akik az osztályfőnökök után következtek a hierarchiában, alapját adhatták egy komoly szaktudással és tapasztalattal rendelkező fogalmazói vezető rétegnek, mégis kisebb felelősség terhelte őket, vagy hát vélelmezhetően terhelte őket, mint mondjuk a miniszteri osztályfőnököknek, államtitkárnak, stb. Képzettségüket tekintve, mint ahogy láthatjuk, egyből ki is tűnik, a fogalmazók nagy része államtudományi vagy jogtudományi doktorátussal rendelkezett. Az előző grafikonon szereplő 64 főből 63 tartozott ebbe bele. Ez egyébként egész egyszerűen azzal magyarázható, hogy ők mind a 9. fizetési osztály feletti besorolásban voltak, és ott pedig ezt a végzettséget kötelezően maga után vonta. Ennek úgy gondolom, hogy a későbbiekben lesz inkább relevanciája, hogy majd később az újonnan minisztériumba kerülő emberek esetében hányan rendelkeznek ugyancsak felsőfokú végzettséggel, és ha nem, akkor okoz-e az bármilyen feszültséget az adott osztályon belül, illetve továbbra is megmarad-e az állam, a jogászi dominancia. Ugyanis Erdei Ferenc és Bibó István, akik ők tulajdonképpen a közigazgatás megújításának az egyik alapvető akadályát az úgynevezett jogászi reakciósságban látták, ami azt jelenti, hogy egy teljesen egyszerű elvi tartalma nem bíró megszokott jogszabály változása elé és akadályt gördítettek, úgyhogy ennek tükrében is ez majd egy érdekes lesz megnézni ezt a változást a későbbiekben. Arra a kérdés adott válasz, hogy a tisztviselők meddig maradtak meg korábbi hivatali beosztásokban, azért is lehet lényeges, mert egyik fokmérője lehet annak, hogy milyen szinten vettek részt a Sztójai, Lakatos vagy Szálasi kormány belügyminisztériumok működésében. Itt időbeli cezuraként két dátumot érdemes megjelölnünk, 1941. március 19-ét, Magyarország németek általi megszállását, illetve az 1944. október 15-i nyilas puccsot.
Valójában a megbízhatatlanak ítélt tisztviselők egy részét már március 19-ig után áthelyezték jelentéktelen pozíciókba, vagy kényszernyugdíjazták. Október 15-e után pedig a nyilasok úgynevezett megbízhatósági listák alapján azokon nem szereplőket rendelkezési állományba és házi őrizetbe helyezték. Majd december 1-én volt egy nagyobb letartóztatási hullám, az 7 embert ért el, akiket aztán Sopron kőhidára internáltak, majd Németországba hurcoltak. A többségnek azonban sikerült ezt elkerülnie és bujkálnia a Vörös Hadsereg megérkezéséig. Most ez az ábra nagyon jól szemlélteti, hogy a túlnyomó többségnek, 90%-nak a szolgálati helyén tartózkodott. Ebbe beletartoznak természetesen azok is, akik már a hivatalban nem jártak be, betegszabadságon voltak, vagy egyéb okokra hivatkozva távol maradtak, mint hogy a rendelkezési állományba helyezettek is. Ugyanakkor voltak olyanok is, méghozzá 4 személy, akik önként nyugatra távoztak. Bevallom, ez számomra is roppant nagy megdöbbenést okozott, hogy aztán 45. augusztusában ők is ott ültek az újjászervezett belügyminisztérium fogalmazói karában. És hát azért természetesen különbséget kell tenni a között, hogy valaki önként nyugatra távozott, vagy internálták, vagy az ország más részén bujkált. És hát joggal feltételezhetnénk azt, hogy aki önként a nyilasokkal nyugatra távozott, az már tulajdonképpen ezzel a cselekedetével önmagában sértette a magyar nép érdekeit. De hát, mint az arábbi ábra is szemlélteti, nem így történt. Mindazáltal természetesen meg kell jegyeznem, hogy nem tudhatjuk, hogy aki elment akár Sopronba, Sopronkaidára, mennyiben azonosult a hatalommal, de azért figyelembe kell venni azt is, hogy az emberi tényező az maximum árnyalhatja, de meg nem változtathatja ezeket az adatokat. Igen, és akkor most az új emberekről szeretnék én már kicsit rövidebben beszélni. A minisztérium a bekerülő új emberek kiválasztásakor meghatározó jelentősége volt a politikai szempontoknak, hiszen minden párt igyekezett a maga kádereit pozíciókba juttatni. Akár mottóként is szolgálhatna az elkövetkező időszakra Bíbó István korabeli helyzetértékelése, miszerint a magyar közigazgatás a magyar közélet legfontosabb hatalmi pozíciója, amelyet minden energiával birtokba kell venni. De ezt már Max Webernél is olvashattuk, hogy a modern államban a politikai dominancia megteremtéséhez a közigazgatás feletti befolyás megszerzésén keresztül vezet az út. Politikai kompromisszum eredményezte a miniszter Erdei Ferenc kinevezését is, aki így emlékezett életelme jelentős fordulatára. A politikai helyzet olyan volt, hogy az ideiglenes nemzetgyűlés és a kormány előkészítői, a Moszkvából hazatért elvtársak nagyon nyomatékosan értésemre adták, hogy kritikus pozícióról van szó. És nagyon nehéz helyzetbe hoznám, mint mondták, a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot is, amely tudvalevőleg Vorosilov marsall elnökletével már ott székelt Debrecenben, ha nem vállalnám. Tudnélik, nehéz más találni, mondották, hogy kisgazda legyen, ahhoz a kommunisták nem járulnak hozzá. Viszont a kisgazdák és tábornokok ahhoz nem járultak volna hozzá, hogy kommunista legyen. Hát miután a hatalom elemi szervének a kiépítéséről van szó, tehát a megegyezés csak egy ilyen paraszpárti falukutató lehetett. Erdei Ferencnek a személy egyébként több szempontból is meghatározó volt a minisztériumban, és a politikai horozont, vagyis a kommunistákkal való jó viszony miatt. Mint arra már utaltam korábban, a személyhez köthetőek az új embereknek egy jól körülhatárolható csoportja, többségében parasztpárti, vagy később azzá váló népírókból, szociológusokból, falukutatókból álló csoport, akiknek egy részét itt a dián is láthatjuk. Az ő bevonásuk a belügyminisztérium munkájába megteremtette annak lehetőségét, hogy a közigazgatás demokratikus alapokon újabb szempontok bevonásával reformálják meg. Ennek lehetőségét és az erre
alkalomként kínálkozó történelmi pillanatot Bibó István is hasonlóképpen értékelte. Amikor a rádióban azt hallottam, hogy Erdei Ferenc lett a belügyminiszter, az örömön felül egy humorosan naív gondolatom támadt. Azt tudnélik, hogy Erdei Ferenc nyilván azért lett a belügyminiszter, hogy a mi közigazgatási reformtervünket keresztül vigye. Mikor ezt neki elmondtam, enyhén szólva kinevetett. Nos, ezt az interjút, amelyben ez elhangzott nem sokkal a halála előtt, tehát 77-78 körül rögzítették. Ugye azt hiszem, ebben az idézetben elég sok minden benne volt, ami akkor egy reform újító szándék, demokratikus újjászervezés, az később már csak egy humorosan naív gondolatként apostrofálta itt Bibó. Összességében, tehát elmondhatjuk, hogy a BM igazoló bizottsága egyébként más igazolás alá vontak esetében, más igazoló bizottsághoz hasonlóan, bocsánat, az igazolás alá vontaknak a 95%-át igazolta. A kommunista propaganda már akkor felhívta a figyelmet az általuk enyhének tartott és nem kellőképpen körültekintő igazoló bizottsági ítéletekre, alig egy év múlva pedig már erkölcsi alapként hivatkoztak rá a bélistázás megkezdésekor, hogy tudnék, a tisztviselőkar kétharmada az igazoló eljárásokon átcsúszott régi emberekből áll, és mint itt a statisztikából láthatjuk, ez valóban így is volt. A belügyminisztériummal kapcsolatos értékeket nem szeretném általánosítani, ugyanakkor mégsem lebecsülendő annak a ténye és jelentősége, hogy a közigazgatás és rendvédelem központjaként működő minisztériumnak közel a 70%-a a régi emberekből állt. Egyes történészek értékelése szerint az igazolások közepette egy sajátos olyan érdekeltségi háló szövődött, tehát akiknek esetleg kétségük volt, hogy nem pozitív lesz az igazolásuk vége, azok siettek belépni valamelyik pártba, ugyanakkor pedig a pártok örültek, a szakembereknek, kádereknek, stb. Én a belügyminisztérium esetében egyáltalán nem láttam kirajzolni ezt a tendenciát, tehát nem volt tömeges belépés egyik pártba se. Arról pedig a szintén néhol olvasható megállapításról, hogy ez volt az első komoly szűrés politikai kontraszelekció, ez az igazolóbizottsági eljárás, erről pedig távolról sem beszélhetünk. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a hivatalokért folyó harcokat éppen csak megkezdő pártok nemhogy szakembergárdával, de még megfelelő káderállománnyal sem rendelkeztek, vagyis a formálódó demokratikus politikai elitnek szüksége volt a régi szakemberekre a közigazgatás újjászervezéséhez. A korábban a minisztériumban dolgozók pedig miután túlélték a háború pusztításait, ki szerencsésebb, ki sanyarúbb körülmények között örülhettek, hogy visszatérhetnek hivatali helyeikre. Tehát ebben a kölcsönös egymás utaltságban szerveződött újjá és működött a belügyminisztérium, kialakítva egy olyan szervezeti struktúrát, amely aztán lényegében az 1950-es évek elejéig fennmaradt. Köszönöm a figyelmet!